estét kívánok! Ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Vadászok segítettek a Nyíregyházi Kórház gyermekgyógyászati osztályának. Azért gyűjtöttek, hogy hozzájáruljanak egy speciális berendezés korszerűsítéséhez. Részletek a műsorban, de előtte nézzük, hogy mivel várjuk még Önöket. Fejlesztések Ajakon. Korszerűsítik az óvodát és a városközpontot. Adománya vadászoktól. Speciális gyermekgyógyászati berendezésre gyűjtöttek. Albérletpiac. Már megindult a roham a kiadó lakásokért. Az iskolai konyha fejlesztésére nyert forrást nemrég Ajak települése. Persze nem ez az egyetlen fejlesztés a városban. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban dr. Ragány Adrián Ajak polgármestere. Jó estét kívánok! Köszönjük szépen, hogy itt van nálunk. Jó estét kívánok! Köszöntöm a kedves tévénézőket! Arra kérem, hogy akkor beszéljen egy kicsikét a részletekről, hogy milyen fejlesztés fog megvalósulni. Tehát akkor gondolom már örülnek annak, hogy a forrást azt most így mondom a zsebükben tudhatják. Így van. Településünk idén is több pályázatot nyújtott be, Magyar Falus pályázatot, illetőleg Belügyminisztérium által kiírt pályázatot, amiről most szó lenne, egy BMS pályázat. Több mint 41 millió forintot nyert a településünk iskolai konyha fejlesztésére, ami már nagyon ráfért a régi épületre, mert eléggé elavultak az ott található konyhai felszerelések, eszközök. Úgyhogy nagyon várjuk, hogy 21. századnak megfelelően tudjuk felújítani a konyhát, és így sokkal gördülékenyebb lesz mind az óvodai, mind az iskolai közétkeztetésnek a megvalósítása. Ez a város egyetlen iskolája? Így van. Tehát akkor e tekintetben tényleg nagy szükség van rá. Így van. Ő látja el a bölcsis, óvis étkeztetést, nyilván az általános iskolások étkeztetését is, illetőleg ez a konyha főz a szociális szférában ebédet igénylőknek, és a vendégebéd is innen van kitálalva. A várakozások szerint mikor fog megvalósulni a beruházás? Nagyon szeretnénk idén elkezdeni, de ugye figyelemmel kell lennünk arra is, hogy szeptembertől elkezdődik az iskolai tanév. Tehát a főzés nekünk úgy kell akkor összehangolni, hogy az étkeztetés az nyilván működjön. Úgyhogy össze kell ülnünk és meg kell határoznunk majd azt az időintervallumot, amikor ezt a beruházást meg tudjuk valósítani. Lehet, hogy majd átcsúszik a jövő nyárra, amikor nyári szünet kezdődik, ez még majd megbeszélés tárgyát képezi. És akkor ez nem jelent további épület, bővítés, meg ilyesmit, hanem egészen egyszerűen azt a helyiséget újítják fel. Így van, bővíteni nem tervezünk, de teljes mértékű felújítást azt igen. Vezetékcsere, csőcsere, nyilván burkolatok cseréje, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy nagyon jól fog alakulni, és nagyon szép lesz az új konyhánk. Mint ahogyan az imént is említette, azért jó pár pályázatot megpróbálnak pályázni, hogy így mondjam. Úgyhogy ennek megfelelően ott van például a Zöldváros program is, és ezt sem engedi el az önkormányzat. Mit lehet erről tudni? Ha jól tudom, azért itt már konkrét tervek vannak, hogy mi az, amit szeretnének átalakítani. Sőt, olyannyira konkrét, hogy szeptember végével, október elejével valószínű, hogy be is tudjuk fejezni a pályázatot. Ez egy közel 500 millió forintos projekt, aminek keretében több mint 15 ezer négyzetméteren tudunk zöldíteni a város szívében, és nyilván nem csak zöldítés, füvesítés, fásítás valósul meg, hanem ezen az épületen épült fel most nyáron a város első piaci épülete, illetve utak... Mert ugye eddig akkor még nem is volt. Eddig piaci épületünk nem volt, utak épültek, sétányok épültek, a projekt területén kandelláberek lettek elhelyezve, illetőleg az egész területet kamerarendszer figyeli, úgyhogy nagyon biztonságosá próbáljuk tenni az új városközpontunkat. És itt található a Péter tó is, ami tulajdonképpen egy víztározó, de az ajakiak csak Péter tóként emlegetik, és e körül valósult meg egy több mint 1000 méteres salakos futópálya. Nyilván padokkal, kültéri kukákkal, egy szép kis ligetszerű területet szeretnénk itt megvalósítani. Tehát akkor mondhatjuk, hogy gyakorlatilag a városközpontban létrehoztak tényleg egy gyönyörű zöld területet, sportolási kikapcsolódási lehetőséggel. Így van. Amit még itt el szeretnék mondani, hogy 2019-ben itt már átadásra került az új városházánk,
a polgármesteri hivatal az elmúlt héten át is tudott ide költözni, úgyhogy amikor megvalósul a zöld város beruházás, ténylegesen elmondható majd, hogy ez lesz a város központja. Ezen a területen alakítottunk ki még a gyerekek számára két játszóteret is. A JAK sajnos korábban nem rendelkezett játszótérrel, úgyhogy ennek kifejezetten örülünk, és örülnek a kisgyerekes szülők is, mert most látszik, hogy milyen nagy igény van a játszótérre. És a Magyar Falu Program pályázati lehetőségeit is szeretnék kihasználni. Eléggé furcsán hangzik, hogy ugye folyamatosan város mondunk, a JAK tehát város, de mégis részt vehet a Magyar Falu Programban. Így van, 5000 fő alatt lélekszámmal rendelkezünk, úgyhogy pont beleférünk még a pályázati feltételekbe. Idén is több pályázatot adtunk be a Magyar Falu keretében. Ebből kettő lett ez ideig nyertes pályázatunk. Egy nagyobb és egy kisebb összegű pályázatot nyertünk. Kisebb összegű pályázat kültéri játékok beszerzésére vonatkozik, aminek szintén nagyon örültünk, meg is van már ennek a helye. A nagyobb pedig egy 30 milliós összeget takar, ebből pedig szolgálati lakást fogunk vásárolni. Utak, útfejlesztés. Egy település tekintetében ez elengedhetetlen. Itt minden évben be van ütemezve egy-egy út, utcának a felújítása, a leaszfaltozása. Így van. Tavaly évben 4 utat sikerült új aszfalt burkolattal ellátnunk. Idén is pályáztunk útfelújításra, belügyminisztérium által kiírt pályázatban sikeresen is szerepeltünk. Idén a Hajnalút jelentős szakasza fog megújulni, ami szintén ebben a hónapban várható, hogy elkezdődik a munkálat, és bízunk benne, hogy az ott lakók, illetőleg az egész város nagy örömmel fogja majd használni ezt az új szakaszt. Hogyha fejlesztésről van szó, ugye folyamatosan tényleg pályázatokat mondunk, pályázatokra hivatkozunk, de más forrásból, önálló forrásból tud-e gazdálkodni a település, az önök települése is? Egy 4000 lelkes településről van szó. Sajnos a JAK nem minősül iparterületnek, illetőleg nincs nagy ipari övezete. Kisebb vállalkozások vannak, amikből nyilván folyik be valamennyi iparűzési adó, de nem ez a fő bevételi forrás. Viszont igyekszünk minél több, akár kisebb céget is a JAK-ra csábítani, már csak azért is, hogy minél több a JAK-on lakónak teremtsünk munkalehetőséget. Úgyhogy örömmel mondhatom, hogy egy kis üzem szintén, ha minden igaz, akkor idén elkezdi a JAK-on a működését. Budapest környékéről települ a JAK-ra egy szerszámkészítéssel foglalkozó kis üzem, és várhatóan 5-6-7 embernek fog tudni majd a JAK-on munkahelyet biztosítani. Úgyhogy ezt is nagyon várjuk, és reméljük, hogy már idén meg fog valósulni ennek is a működése. Viszont térjünk vissza még egy pályázati lehetőségre, mert ha jól tudom, akkor ez a pályázati lehetőség megteremti azt, hogy a környéken élők, almatermelők gondjai egy picikét enyhüljenek. Talán jól gondolom? Így van. A JAK-nak van egy futó projektje. Ez egy román-magyar közös projekt. Uniós forrásból tudunk megvalósítani egy hűtőházat, aminek jelenleg a közbeszerzési eljárása van most folyamatban. Reményeink szerint ez jövő év elejére fog megvalósulni, és tipikusan alma hűtésére, tárolására lett a hűtőház tervezve, hiszen a JAK-on nagyon sokan foglalkoznak még a mai napig is almatermesztéssel, és az a JAK-on élő gazdáknak kívánunk elsősorban ezzel segíteni, hogy a megtermelt almát tudják addig ott tárolni, amíg a piacon nem tudják megfelelően értékesíteni. Akkor, amikor pályáznak egy ilyen létrehozására, akkor felmérik az igényeket? A JAK nem túl nagy település, 3700 fős lakossággal rendelkezünk, úgyhogy nagyjából tudjuk, hogy mire van a JAK-on igény. Éppen így próbáljuk ugye a pályázati lehetőségeket is mérlegelni, és olyan pályázatokat benyújtani, ami a településünk számára mindenképpen előnyös. Tehát akkor maximálisan ki lesz használva. Így van. Ezt, hogyha megvalósul. Üzemeltetés, ki fogja üzemeltetni? Ez önkormányzat üzemelteti. Próbáltuk úgy megterveztetni, hogy az üzemeltetési költség is a lehető legalacsonyabb legyen. Éppen ezért napelemeket fogunk elhelyezni az épületen, ezzel is nyilván az áram költséget csökkentve. Beszéljünk egy kicsikét a kulturális életről. Hát önöknek azért van egy olyan rendezvényük évről évre, amelyet szerintem már ismer Nyíregyháza, a megye,
közönsége, sőt már az ország közönsége. Ez most nem valósult meg a pandémiás helyzet miatt, ha jól tudom. Sajnos nem valósult meg ez az Ajaki Lakodalmas Fesztivál. Mindenképpen szeretnénk ezt a szép hagyományt folytatni, hiszen az ajaki néphagyományt ilyen szempontból is szeretnénk tovább vinni és tovább örökíteni. Viszont idén a pandémiás helyzet miatt nem tudtuk, hogy mit tervezhetünk, mi várható akár nyáron. Sajnos tavaly sem tudtunk megvalósítani nagyobb szabású rendezvényt, így idén is félváltunk hozzá a szervezéshez. Éppen ezért június végén egy kisebb szabású rendezvényünk volt, egy városnapi utcabál, de bízunk benne, hogy a pandémiának előbb-utóbb végleg vége, és ezt a szép hagyományt tovább fogjuk tudni majd folytatni. Pandémia után hogy tekintenek egyébként a jövőbe? Számítanak erre önkormányzati szinten is, hogy jön a negyedik hullám, és ez befolyásolni fogja az önök működését is? Folyamatosan követjük mi is a híradásokat, és hát sajnos azt tapasztaljuk és azt halljuk, hogy a negyedik hullám már lassan itt van. Úgyhogy felkészülünk mi is a védekezésre, de bízunk benne, hogy ez kevésbé fog minket drasztikusan érinteni, illetve váratlanul, mint ahogy az első hullám kapcsán. Sokkal felkészültebbek vagyunk, sajnos már rutinunk van, de reméljük, hogy nagyon enyhe lefolyású lesz, ha tényleg jön a negyedik hullám. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én köszönöm a meghívást. Több mint 7 millió forintot gyűjtöttek a nyíregyházi József András oktatókórház gyermekosztályának országos és megyei vadász szervezetek. Az adománnyal egy videó gasztroszkóp rendszer beszerzéséhez járultak hozzá, amely hiánypótló gyomor és bélbetegségek diagnosztizálásában. A felajánlást a Beteg Gyermekekért Alapítvány további 4 millió forinttal egészítette ki. Második alkalommal szerveztek gyűjtést országos és megyei vadászszervezetek a hazai gyermekgyógyászatok számára. A József András Oktatókórház gyerekosztályát tavaly egy több mint 3 millió forint értékű mérőeszköz beszerzéséhez segítették a 2019. decemberi jótékonysági vadászaton befolyt összegből. Idén még eredményesebb volt a gyűjtés. Az adományozásról szóló tájékoztatón elhangzott, az egészségügyi intézményekben kiemelt szükség van a folyamatos fejlesztésekre. Az elmúlt időszakban ugye a koronavírus járvány meghatározta az életünket, a tevékenységünket. Azt tapasztaltuk, hogy nagyon magas az adományozási hajlandóság, a jótékonyság, de a gyermekosztály, mint egy célterület, már a korábbi időszakban is kitett volt ennek, tehát nagyon bőven és nagyon sok esetben adományoztak a saját alapítványuk számára fejlesztési célból. Ez egy példaértékű kezdeményezés a vadászat és a vadászokról alkotott elképzelései az embereknek. Azt gondolom, hogy egy szűk kört képzelünk el, akik saját maguk élményeinek fokozására szervezik a vadászatokat. Ugyanakkor ez a szűk csapat egy széles társadalmi összefogással olyan jótékonysági kezdeményezés indított, amellyel immár másodszor nagy értékű eszközt sikerül vásárolnunk a gyermekosztály számára. Ugye az orvostechnológiai fejlődéseket nagyon nehéz követni, minden egyes ilyen megkeresés, amely az eszközparkunk fejlesztését célozza, az abszolút fontos. Ugyanakkor igyekszünk kihasználni egyéb lehetőségeket is, uniós határmenti projektekbe szállunk be, és ott is az a célunk, hogy a lehető legmagasabb technológiai színvonalon tudjuk gyógyítani a betegeinket. A jótékonysági vadászat non-profit Kft. Ebben az évben 7 millió forint értéket tudott számunkra adományozni, amelyet a Beteg Gyermekekért Alapítvány további 4 millió forinttal egészített ki, és így egy gyomorbélrendszer vizsgálatára alkalmas endoszkópos berendezést vásároltunk. Évente körülbelül a megyében 200 gyereket vizsgálunk gyomorbélrendszeri betegségekkel. Vannak olyan gyerekek, akiket több alkalommal is kontrollálni kell. Ez egy invazív beavatkozás, nyilván a gyerekek és a szülők számára is nagyon fontos, hogy megbízható, megfelelő minőségű és nagyon jó diagnózist adó eszközzel tegyük ezt a vizsgálatot. A tájékoztatón azt hangsúlyozták, országos viszonylatban a szabolcs-szatmár-beregi vadászok a második legtöbb összeget gyűjtötték össze a decemberi jótékonysági eseményen. Az Országos Jótékonysági Vadászati Nonprofit Egyesület partnere a Felső-Tiszavidéki Vadgazdák Szövetsége. Ez a két szervezet szerződése alapján valósíthattuk meg több helyszínen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe.
ahova a megye bármely vadásza jelentkezhetett és részt vehetett. Azért tudtunk elérni Szabolcs megyébe ilyen szép összeget, mert annyi innovációt sikerült belevinni, hogy a partneri szerződésbe több helyszínt jelöltünk meg, mert általában egy helyszínen valósul meg megyénként. Büszkék vagyunk erre, mert úgy néz ki, hogy ebben az évben az informatikai rendszer is készen áll arra, hogy az ország több megyében, több helyszínen lehessen ezt a jótékonysági vadászatot megszervezni. Nyilván eddig a korlátja az volt, hogy egy helyszínen azért puskás ember nem szerencsés, hogyha nagyon nagy létszámba vesz részt, így gyakorlatilag maga a vadászat menete az abszolút biztonságos és megfelelő létszámba fog működni. Nyilvánvalóan minél több a helyszín, annál több a résztvevő. 4000 fő feletti, 4500 vadász van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. Ezen a négy helyszínen 231-nehányan vettünk részt. Ebben voltak azért nagyon bőkezű adományozók, tehát nem csak a részvételi díjat, hanem egyéni összegekkel is több százezer forinttal támogatták a kezdeményezést. Én bízom benne, hogy a jövőre nézve, vagy már most december 27-én sokkal többen fogunk részt venni, és bízunk abba, hogy azok a érdekszervezetek is, akik vadászok érdekeit képviseli, azok a szervezetek is aktívan részt vesznek, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy még több eszközt tudjunk eljuttatni a József András Kórház gyermekosztályára. Ez pedig már a berendezés, amit a nagyértékű adomány segítségével korszerűsítettek. Ez kerül ennyibe. Ez, meg ez a kicsi, amit a kezemben. Ez egy olyan vékony kis kövecske, amit gyomrával le lehet vezetni a tenőnek, vagy akármilyen egy hónapos gyereknek is, és akkor ezt látjuk a végén. Ugye teszem, ez egy kamera, tehát itt látjuk a tenyeremnek a levőzőt. Az eszközt már használják a Nyíregyházi József András Oktatókórház gyermekosztályán. Dr. Dicső Ferenc osztályvezető főorvos szerint a berendezés hiánypótló. Csecsemőtől a serdülőkorig használható gyomor és bélbetegségek diagnosztizálására, de terápiás beavatkozásokra is alkalmas. A méretbeli különbség az, ami alapvetően megkülönbözteti a felnőtt vizsgálóeszközöktől ezt a gyomor-bélrendszeri tükröző eszközt. Ennek az átmérője hát a fél centimétert nem éri el, míg egy felnőtt eszköz az másfél, néha két centiméter vastagságú is. Természetesen rövidebb is, mert ugye a nyelőcsöve egy csecsemőnek vagy a gyereknek rövidebb, mint egy felnőttnek, és hát ennek következtében sokkal drágább is természetesen. Na most ezekkel az eszközökkel csecsemőknél is meg tudjuk állapítani azt, hogyha valakinek például van gyomorfekélye, vagy a csecsemőnél is meg tudjuk állapítani azt, hogy valakinek van egy vastagbél gyulladása. És nem csak diagnosztikára, tehát kórismézésre alkalmasak ezek a készülékek, hanem terápiás beavatkozásokra is. Például valaki lenyel egy idegen testet, gyerekeknél nem ritkán fordul elő, akkor ezt onnan ki kell venni, és ez a gasztroszkóp az, amivel ezt meg tudjuk tenni. Vagy hogyha valakinek vérzik a gyomra, ezt a vérzés forrást meg kell szüntetni, akkor ezzel az eszközzel tudjuk. Vagy hogyha valakinek a vastagbelében van egy polip, és ezt a polipot onnan el kell távolítani, akkor ezzel ezt is meg tudjuk oldani, meg tudjuk valósítani ezt a beavatkozást. Tehát ez a két szempont volt az, ami miatt ezt nekünk nagyon fontos volt beszerezni ezt a készüléket. Egy becsült adattal hány gyereknek a kezelését, diagnosztizálását tudják ezzel megkönnyíteni? Hát heti alkalommal végezzük ezeket a beavatkozásokat, keddi napokon általában 3-4 gyermeknek a vizsgálata történik, tehát ha ezt megszorozzuk ugye 50-nel, akkor ez körülbelül olyan 200-250 gyerek éves szinten, akit vizsgálunk
ezzel az eszközzel. És nem csak ez az eszköz fontos ehhez a procedúrához, hanem ellentétben a felnőttekkel, magunkkal, akik lefekszünk az asztalra, és 5 perc alatt kész van egy ilyen gyomortükrözést, gyerekeknél sajnos a gyerekeket el kell altatni, és ezeket mély altatásban, úgynevezett intratraheális, tehát a légcsőbe bevezetett tubuson keresztül történik az altatás, így a vizsgálatnak az idő tartama is kitolódik, ez egy olyan 30-40 perc egy ilyen gyereknek a vizsgálata. Van olyan eszköz esetleg, amire szükség van a jövőben, és úgy gondolja, hogy ilyen kezdeményezéssel esetleg össze lehetne gyűjteni rá az összeget? A gyerekgyógyászatban mindig van szükség újabb és újabb eszközökre, illetve régi eszközöknek a cseréjére. Most az ultrahang park következne, amit le kellene cserélni. Ezek már 6-7 évesek, sokkal modernebb ultrahang készülékek kellenének, általános ultrahang készülék, illetve speciális gyerekkori szívbetegségek vizsgálatára, úgynevezett echokardiográfiás ultrahang készülék, de ezeknek a bekerülési értéke az körülbelül 4-szerese ennek a jelenlegi készüléknek, tehát ilyen 30-40 millió forint körül van. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követően elindult a főszezon az albérletpiacon. Ennek megfelelően az elmúlt hetekben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is élénkülést tapasztaltak az ingatlan közvetítők. Nyíregyházán az eladó lakóingatlanok átlagos négyzetméter ára közel 370 ezer forint, az átlagos bérleti díj pedig 90 ezer forintot tett ki. Hagyományosan mindig július végén, augusztus elején dördül el a startpisztoly az albérletpiacon. Így történt ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, és legfőképpen Nyíregyházán, ahol ugye a rengeteg hallgató várja már a következő tanévet. Rengetegen tudták meg, hogy a következő évben Nyíregyházán folytatják a tanulmányaikat. Ilyenkor felpezsül az albérletpiac, és nagyon érdekes azt látni, hogy mennyire élénk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a kiadó lakások iránti kereslet. Ez országos szinten is jellemző egyébként, hogy most már nem Budapest a legnagyobb vonzerő az albérletpiac szempontjából, hiszen Budapesten tavalyhoz képest az év első 7-8 hónapjában kb. 3%-kal érénkült a kereslet a kiadó lakások iránt, viszont a Budapesten kívüli városokban, illetve megyékben 13%-os volt a bővülés, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is jóval nagyobb az érdeklődés a kiadó lakások iránt, mint korábban. Ennek leginkább az az oka, hogy viszonylag stabil Nyíregyháza albérletpiaca, jelenleg 90 ezer forint az átlagos havi bérleti díj, ami szinte forintra pontosan megegyezik a tavalyi értékkel, ebből adódóan a diákok, mivel a kínálat bővült, egyre jobb helyzetből várják a következő tanévet, és szintén még egy érdekes változás az albérletpiacon, hogy ilyenkor nem csak azok a hallgatók keresgélnek kiadó lakást, akik frissen kerültek be a nyíregyházi főiskolára, hanem azok is, akik már az elmúlt években voltak gólyák, viszont egy éves határozott idejű szerződést kötnek, és ennek következtében most néznek szebb, jobb vagy olcsóbb kiadó lakás után a piacon. Ezért ilyenkor meglódul a kereslet, és a kínálat is bővül, hiszen azok a diákok, akik kiköltöznek egy-egy lakásból, az ő korábbi otthonuk megüresedik, és ez szintén a kínálatot erősíti. Ilyenkor ez a változás mennyire emeli meg az árakat? A korábbi években, tehát 2019-ben, illetve azelőtt megfigyelhető volt, hogy az albérlet szezon csúcsa, tehát a július-augusztusi időszak élénkítette a keresletet is, bővítette a kínálatot, és az árakat is, az átlagos bérleti díjakat is megemelte néhány ezer forinttal. Most semmilyet nem tapasztalunk. Azt látjuk, hogy bővül a kereslet és bővül a kínálat, de az árak viszonylag stabilak és fixek. Ennek leginkább az az oka, hogy az albérletpiac, illetve az ingatlanpiac egésze még nem heverte ki teljesen a koronavírus járvány okozta változásokat. Ráadásul egy-egy városnak a bérleti díj szintje nagymértékben függ attól is, hogy mennyire
élénk az adott város gazdasága, és Nyíregyháza nagyon jó helyzetben van, hiszen rengeteg beruházás történt, viszonylag stabil a kereslet, hiszen más településekről is népszerű lokáció Nyíregyháza munkavállalási szempontból, hiszen a környező településeken jóval kedvezőtlenebb munkafeltételekkel tudnak állást vállalni azok, akik munkába állnak, Nyíregyházán pedig egy picit magasabb az átlagbér, mint a megye többi településén, viszont akik Nyíregyházára költöznek, ők jellemzően albérlet útján meg oldják meg a lakhatásukat, ezért viszonylag stabil a kereslet, ez pedig a bérleti díjaknak is támasztad. Ennek is köszönhető, hogy nem is nagyon változott az elmúlt időszakban a bérleti díjak szintje, viszont a jövedelmek sem csökkentek. Most mi a jellemző, milyen típusú lakásokat keresnek azok, akik albérletbe szeretnének menni? Gondolok itt akár a lakás méretére, vagy felszereltségére. Az albérlet szezon csúcsán, amiben most is vagyunk, a diákok jellemzően két típusú ingatlant keresnek. Azok a diákok, akik nem szeretnének sokat költeni a lakhatásukra, jellemzően az ingatlanok méretének csökkentésével próbálják meg minimalizálni a lakhatási költségeiket, ezért az ő körükben nagyon népszerűek a pici, 30-40 négyzetméteres garzonlakások, legyen szó akár tégla vagy panelépítésű társasházi lakásokról, így a kisebb alapterület miatt a bérleti díj is alacsonyabb. Azok viszont, akik még ennyit sem szeretnének költeni, más stratégiához folyamodnak, jellemzően 2-3 diák összeáll, és együtt egy nagyobb alapterületű, többszobás ingatlan bérel, aminek az az előnye, hogy ha kibérelnek együtt egy 3-4 szobás ingatlan, ezáltal mindenkinek lesz egy saját önálló lakrésze, és még akár egy közös nappal is belefér az ingatlanba, ezeknek az ingatlanoknak a bérleti díja nem kerül annyival többe, mint amennyivel több szobával rendelkeznek, így az ő lakhatási költségei akár fejenként havonta 20-30-40 ezer forintra is csökkenthető. Nyilván ez jóval alacsonyabb szint, mint hogyha valaki bérleti díjszint, mint hogyha valaki önállóan bérel egy garzonlakást, ugyanakkor kompromisszumot is kötnek ilyenkor az önállóság tekintetében a hallgatók, hiszen nem önállóan laknak egy ingatlanban, de ez általában az egyetemistákat és főiskolásokat a legkevésbé szokta zavarni ebben az életben. Ilyen típusú ingatlan, mint amit ugye az előbb említettél, hogy akár 3-4 vagy akár 5 szoba is van egy ingatlanban, ilyen Nyíregyházán is van, mert én azt gondolnám, hogy ez a fajta lakhatás főleg Pesten jellemző. A nyíregyházi albérletpiac nagyon hasonlít a többi nagyváros kiadó lakásainak a piacához. Nyíregyházán például kb. 150 kiadó lakás és ház hirdetéséből válogathatnak most azok, akik kiadó lakást keresnek, és ennek kb. A harmada, tehát 47-50 olyan lakás vagy ház található a kínálatban, ami legalább 3 szobával rendelkezik. Ez már alkalmas arra, hogy akár 2-3 diák is beköltözzön. Természetesen itt is igaz az, hogy minél nagyobb az ingatlan, a bérleti díjak nem nőnek olyan mértékben, mint amilyen szinten egyébként a szobaszámok emelkednek, és amennyivel több funkciót lát el az ingatlan. Nagyon érdekes, hogy egyébként a legdrágább kiadó 3 szobásnál nagyobb ingatlan egy 300 ezer forintos lakás, vagy pontosabban egy ház, ami 240 négyzetméteres alapterület és 1800 négyzetméteres telken található, a második helyen pedig egy 200 ezer forintos bérleti díjjal rendelkező 100 négyzetméteres házat találunk. Tehát nyilván, hogyha ide akár 2-3 diák beköltözik, akkor az egyfőre jutó lakhatási költség szinte még alacsonyabb, mint hogyha önállóan bérelnének egy lakást, és egyedül költöznének be. Ugye azt említetted, hogy gyakorlatilag most vagyunk az albérlet keresés kínálatnak a főszezonjában a csúcsán. A következő nagyobb változás az mikorra várható, és milyen jellegű változásra számítotok? Általában az elmúlt években az volt megfigyelhető, hogy július-augusztusban csúcsra ér a kínálat és a kereslet is, és a következő fordulópont
az az, amikor kihirdetik a kollégiumi felvételi lehetőségekről szóló döntéseket. Ilyenkor kap még egy rugást a kereslet, ami azt jelenti, hogy ilyenkor, akik nem jutottak be kollégiumba, muszáj megoldaniuk akár albérlet útján a lakhatásukat, még szeptemberig, és amikor ez a hullám lecseng, akkor utána egy alacsonyabb fordulatszámra vált át az albérletpiac, és ilyenkor egyébként jellemzően a bérleti díjak is enyhén csökkenni szoktak attól a magasabb bérleti díjszintről, ahová eljutnak a főszezonban. Ugye erről az idei évben most nem beszélhetünk, mert nem történt változás, még akár néhány ezer forintos bérleti díj emelkedés sem Nyíregyházán, így arra számítunk, hogy a bérleti díjak stabilak maradnak, és erről a szintről érünk el majd a január-februári időszakban, ami szintén egy váltást szokott hozni az albérletpiacon. Egyrészt azért, mert akik újévi fogadalom gyanánt olyan változásokat hoznak az életükbe, hogy például új munkahelyet keresnek, vagy éppen Nyíregyházára költöznek, vagy kirepülnek a családi fészekből, vagy adott esetben már a keresztfél éves képzések miatt szintén érintettek az egyetemi főiskolai életben, ilyenkor az ő keresletük megdobja a nyíregyházi kiadó lakások iránti érdeklődések számát, és ilyenkor szintén lehetőségük van a lakáskiadóknak bérlőt találni az ingatlanukban. Nagyon érdekes azt látni, hogy most már Nyíregyházán és a többi egyetemvárosban nagyobb hozamot tudnak elérni azok a bérbeadók, mint például a budapesti befektetők, mert Budapesten egy-egy kiadó lakás után körülbelül 4-5%-os bérleti díj alapú hozamot lehet realizálni. Ugye ezt úgy lehet kiszámolni, hogy a eladó ingatlanok átlagos négyzetméter árához viszonyítjuk a bérleti díjból származó bevételeket. Nyíregyházán viszont 7-8%-os ez az arány, tehát jóval kedvezőbbek a feltételek, így arra számítunk, hogy a következő időszakban akár budapesti befektetők is megtalálhatják a nyíregyházi eladó ingatlanokat, mert amennyire zárul az óló a főváros és a többi egyetemváros közötti bérleti díjak között, hiszen Budapesten csökkennek most a bérleti díjak, az eladó lakásokban még mindig óriási különbség található. Csak érdekesség kedvén érdemes megjegyezni, hogy Nyíregyházán kb. 320-330 ezer forint most az egy négyzetméterre jutó kínálati ár, hogyha valaki ingatlant szeretne vásárolni, Budapesten pedig több mint ennek a dupláját kérik az eladók és az ingatlan közvetítők, 730-740 ezer forintos a bérleti díjszint, míg Budapesten 140 ezer forintos a bérleti díjak átlaga, Nyíregyházán pedig 90 ezer forintos. Ebből adódóan látszik, hogy jóval kedvezőbb befektetés lehet például Nyíregyházán ingatlant vásárolni, mint a fővárosban. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb jövő hétfőn várjuk majd Önöket, amikor többek között szó esik az iskola kezdésről is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!